Sziasztok, altok! Nagyon szépen köszönöm, hogy rákattintottatok erre a szólampróba videóra. Szerintem ez a legegyszerűbb módja megtanulni biztonságosan a dalt. Ígérem, hogy ilyen 15 perc alatt végezni fogunk, és utána már szinte rögtön neki is eshetsz a felvételnek. Illetve, hogyha bármi egy picit bizonytalan, akkor az is szerencsé, hogy így vissza tudjátok tekerni nyugodtan. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt vagytok és részt vettetek ebben a hihetetlen projektben. Én már nagyon izgatott vagyok, és hát hihetetlen nagy megtiszteltetés, hogy az Emma Kirkby elvállalta, hogy velünk énekli ezt a nagyon szép magyar népdalt. A népdalt meghagyjuk neki, egyébként itt látjátok, hogy itt már vár a jobb oldal, a képernyő jobb oldalán benneteket, mert hogy majd el fogjuk énekelni vele is a végén, de először meg kell tanulnunk. Szóval a dalt magát, a népdalt magát azt ő fogja énekelni, de azért nekünk is szerintem szép szólamunk lesz. Arra gondoltam, hogy először megmutatom, végig követhető, mert ehhez kell majd hozzáénekelni a szólista dallama, és ezt pedig mi fogjuk énekelni. Az összkari kottából talán nem egyértelmű mindig, hogy melyik az alt, de itt teljesen pontosan látható, azt hiszem. Szóval játszom és megmutatom nektek egyszer, ha tudtok jól kottát olvasni, már rögtön énekelhettek is velem, ha nem, akkor inkább hallgassátok meg egyszer. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. A szegény legénynek utat mutassatok. Ennyire egyszerű. Elnézést, nem biztos, hogy egyértelmű voltam, néha szerintem az alt egyet, néha az alt kettőt énekeltem, semmi gond, mind a kettőt megtanuljuk természetesen pár percen belül. Talán észrevettétek, hogy a legnehezebb dolog az a levegőzés lesz benne, egy csomó ilyen lopott levegőt kell majd venni, úgyhogy egyelőre megmutatom a hangokat csak, mert jó sok tartott hangunk van, például az elején a sokat-sokat próbált ki, első hang, sokat várunk, és aztán pedig próbált ki, hogy előről megyünk, sokat várunk, még várunk, és aztán ennyi az első szakasz. Nézzük meg ezt úgy, hogy hozzáillesztjük a dallamhoz. Az is lehet, hogy számolsz, de talán most a legegyszerűbb az, hogyha segítek így az intésemmel, hogy megszokjuk, hogy hol kell váltani hangokat. Ez lesz majd a kezdő hang. Thank you.
majd ez lesz, de ezt majd még tovább. Jó, oké, remélem, hogy sikerült. Szinte biztos vagyok benne, hogy sikerült. Amit felhívnám a figyelmet, hogy itt létszi, ne vegyetek levegőt. Jó, itt valahogy így át kell folyatni, a hosszú hangokon csempészetek be levegőt, és ez a kedvenc részem ebben. Picit így melengessük meg ezeket, picit így lengedezzünk ott így a surlódásokban. Megyünk tovább, itt szintén egy kötésre szeretném rögtön felhívni a figyelmet, ennek a két szakasznak a kötésére. Ez nagyon-nagyon kéne. Az alsókat, tehát az úgynevezett alt kettőket mutatom először. Nem fogjátok elhívni, a magasabb altokat alt egynek fogom hívni. Szerintem ti is így hívjátok a kórusban, de azért biztonság kedvéért ezt nem volt, talán érdemes volt megbeszélni. Szóval innen fogunk indulni. Mutatom. Hosszú hang, csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, próbáld meg, és tovább, csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. Utoljára előre mondom, hogy ez lesz a darabnak a csúcspontja, ez. Úgyhogy itt áradjon, és ha! Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. Ennyi. Nézzük meg az altnak, alt egyet is, a magasabb altot. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. Csak a csillagoktól, ha! Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. Előről mindkét szólam, még az alt egyjel vagyok. Nem előről, hanem innen. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. Valami ilyesmi lesz, jó? Szerintem csináljuk meg még egyszer, úgyhogy már egyik szólamot sem életlem. Tovább mutatom az alt kettőt. A szegény legénynek utat mutassatok. Még egyszer nézzük, hogy a szegény legénynek utat mutassatok. Közben játszom az alt egyet is, remélem nem zavar benneteket. Alt egy, aki gondolja, alt kettővel vagyok utoljára. A szegény legénynek utat mutassatok. És nézzük meg az alt egyet is. Most az alt kettőknek lesz nehezebb, mert úgy kell velem énekelni, hogy én egy másik szólamot éneklek. Alt egy, alt kettő. A szegény legénynek utat mutassatok. Arra vigyázzatok, hogy az a szegény legénynek, szép magas legyen a gény, utat mutassatok. Egy picit rá lehet ereszkedni hanggal a sa szótagra. Tudom, hogy nem annyira magyar, de nem kell durván csinálni, csak egy icipicit szeretném érezni ezt a sátok, hogy oda dörgölőzünk majd a szoprán szólistához egy pillanatra, mármint csak a hangokkal. No, a szegény legénynek alt kettő, alt egy, játszom a fölsőt is.
A szegény legénynek utat mutassatok. Így fog kinézni. Előről próbáljuk meg, játszom a szólistát. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, a szegény legénynek utat mutassatok. Remélem nem estetek pánikba, alt egyek, hogy az alt kettőt énekeltem. A vége brutál egyszerű, egy zsib-zsup hangköz. A ráadásul a kezdőhang, mint ahogy itt is az elején egyébként, ugyanaz. Itt is a szólista segít nekünk megtalálni. Énnek, és aztán... Gyere be az utolsó két hangra. És még picit hosszabban tartjuk majd, mint a szólista. Szerintem mehetünk is előről, most az alt eggyel fogok énekelni. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, a szegény legénynek utat mutassatok. Ugye nem is volt olyan nehéz. Na és akkor, amire mindenki várt, énekeljük el egyszer Emma Kirby-vel. Kíváncsi vagyok, hogy fog nektek tetszeni. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, a szegény legénynek utat mutassatok. Mutassatok utat a szegény legénynek.
Remélem, hogy tudtátok követni. Most ugye az Alt2-vel énekeltem, és nem az Alt1-jel, de szerintem mindenkinek teljesen tiszta volt. Ha bármi nem pontos még, úgy érzitek, mielőtt felveszitek, azelőtt léci, hallgassátok meg újra. A természetesen a felvételen, amit majd követni kell a felvétel kapcsán, amikor videóval veszitek föl magatokat, ott természetesen hölgy énekli, egy nagyon szépen éneklő hölgy fogja énekelni a ti szólamotokat, úgyhogy hogyha egy picit probléma volt, majd sokkal-sokkal könnyebb lesz a felvétel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és remélem, hogy minél több videóval találkozunk majd az összevágás során. Sziasztok!